Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját, csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal, ízletes és bőséges ételekkel várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Én ebben a szezonban inkább a negatívumokat láttam. Elsősorban a sikerességünkkel kapcsolatban. Azért tavaly NB1-ben játszottunk, ahol szerintem játékban, képességben nem annyira lógtunk ki, és nem olyan sok kellett volna a bennmaradáshoz. Ehhez képest az idei szezonban az NB2-ben nem úgy tudtunk szerepelni, hogy reális esélyünk legyen a feljutásra, pedig az volt a célunk. Úgyhogy nehéz ilyen év után a pozitívumokat keresni. Én úgy gondolom, inkább a hibákat, legalábbis én személy szerint inkább a hibákat keresem, hogy mit kell kijavítani, hogy a jövőre nézve sikeresebben tudjunk szerepelni. Tehát akkor inkább ez egy tanulságos év ilyen szempontból, hogy meg kell mindenképpen, nézni, hogy elemezni kell? Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy le kell vonni a tanulságokat, és ki kell javítani azokat a hibákat, problémákat, ami miatt nem tudtunk folyamatos jó teljesítmény nyújtani. Mert ebben az évben is nyilván voltak jó meccseink is, sajnos voltak kevésbé jók is, és ha tényleg a feljutásról beszélünk, akkor csak úgy fog sikerülni, ahogy két évvel ezelőtt sikerült, hogy csináltunk egy olyan szériát, ahol nem nagyon kaptunk ki. Hát én szeretnék még nagyon sokáig focizni, remélhetőleg Girmóton, ugye nekem lejár a szerződésem egy hónap múlva, úgyhogy annyira a jövőt még nem látom, hogy lesz, de bízom benne, hogy tudok hosszabbítani, és itt tudok maradni a családomnál, hogyha így fogalmazhatnék, így hat év után. És mondom, minél tovább szeretnék focizni, én úgy gondolom, hogy még jó állapotban vagyok, tehát fizikailag, és sokáig tudnám segíteni a klubot. A Girmót TV videói a Girmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.